Az ENSZ turisztikai világszervezete álmodta meg a turizmus világnapját, melynek célja, hogy évente egyszer szeptember 27-én kiemelt figyelmet kapjanak a turisztikai szolgáltatók, a szektorban dolgozók és természetesen a turisták. A turizmus társadalmi, kulturális és gazdasági értékéről is megemlékeznek a világnapon. Nyíregyházán idén akciókkal, attrakciókkal kedveskedtek az érdeklődőknek. Szeptember 26-a a turizmus világnapja, Nyíregyháza minden évben csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Az idén a fenntartható turizmus volt témaként megjelölve. Ökoturizmus keretében egy kerékpártúrát szerveztünk Sóstó gyógyfürdőre, és a Nyírség turizmusáért egyesület tagjainak a hozzájárulásával több meglepetéssel, ajándékkal, illetve kedvezménnyel várjuk a turistákat, illetve a városlakókat ez alkalomból. A turizmus világnapja alkalmából egy makettel szeretnék kedveskedni. A TDM irodába betérő látogatók Sóstó gyógyfürdő emblematikus épületének, a víztoronynak a papírból összehajtogatható makettjét kapták ajándékba, a víztoronyhoz kilátogatók pedig más akciót is észrevehettek, plakát hirdette, az élményfürdőnél 100% élményt biztosítanak 50%-os áron. A pihenni vágyók kedvezményes jegyeket válthattak ma. Nem csak a turizmust és a turistákat ünnepeljük, hanem azt gondolom, hogy egy picit ilyenkor azokat az embereket is ünnepeljük, akik a turizmusban dolgoznak. Magyarországon is több százezer, közel 400 000 emberről beszélünk, akik azért kelnek föl minden nap, hogy a vendégek igényeit kielégítsék, örömöket és élményeket adjanak nekik. Úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy róluk is szól ez a nap, és valahol egy kis köszönet is ez nekik. Többek között a Sóstói Múzeumfalu és a Józsa András Múzeum is csatlakozott a turizmus világnapjához, az érdeklődők bepillanthattak a restaurátorok műhelyébe, valamint interaktív vezetéssel nézhették meg az új időszaki kiállításokat.